A résztvevők számából ítélve egy újabb sikeres rendezvényre készül a Civil Nyugdíjas Klub. Hát a mai rendezvényünk is az Idősek Hónapja program sorozat keretében kerül megvalósításra. Az ötlet az adta, hogy amikor volt a 21 órás kerékpáros maraton, több idős ember is részt vett a különböző távolságokon, illetőleg különböző számú körökkel vettek részt a 21 órás maratonon, illetve sok nyugdíjas lehet látni a városban kerékpározni, kerékpárutakon kerékpározni, és ezért úgy gondoltuk, hogy csináljunk egy olyan rendezvényt, amikor csak nyugdíjasok vannak, és a mi tempunkban hajtanánk végre egy kerékpártúrát. Miért érezted fontosnak, hogy részt vegyél a mai programon? Hát elsősorban azért, mert mi időseknek nem sok lehetőségünk van a mozgásra, és én ezt személy szerint, meg szerintem a mögöttem lévő tömeg is mindezt így látja, hogy nagyon fontos. Én nagyon-nagyon szeretek kerékpározni, és a mozgás nagyon fontos az erőlét fenntartásához, fitten tart minket, és én ezt mindenkinek csak ajánlani tudom. Nem nehéz, és társaságban nagyon remek szórakozás, főleg egy ilyen gyönyörű őszi időben. Miért érezte fontosnak, hogy részt vegyen ezen a rendezvényen? Az egészségünk érdekében, és amúgy is szeretünk sokat kerékpározni. Már több programon is találkoztunk, miért tartja fontosnak, hogy ezeken személyesen is jelen legyen? Hát mert találkozunk itt sok emberekkel, társakkal, hát ezért. Alpolgármester úr is elkíséri az időskorúakat a kerékpártúrára. Így van, én úgy gondolom, hogy ideális kerékpáros időbe kerül megrendezésre a mai esemény, kapcsolódván az idősek hónapjához, az októberhez, és mögöttem gyülekeznek a kerékpárosok, bár pontos adatokat nem tudok, de közel 50-en vagyunk, úgyhogy én mindenkinek nagyon sikeres és eredményes tekerést kívánok a mai délutára. Hogyan került kialakításra az útvonalterv? Abban gondolkodtunk, hogy lehetőleg kerékpárúton, illetőleg kisforgalmú útszakaszon legyen ez a túra lebonyolítva. Ezért az útvonalunk az úgy lenne, hogy elmegyünk Lenti Kápolnára, ahol végig kerékpárúton tudunk menni, illetve onnan átmegyünk Bárszentmihályfára, és úgy vissza a Mumor fele. Ez megint egy olyan csendes útszakasz, ahol különösebben nincs nagy forgalom, tehát nincsenek veszélynek kitéve a kerékpárosok, illetve hát a Mumornál pedig újra vissza tudunk térni a kerékpárútra. Thank you.